Jó estét kívánok! Önök a Savaria Rehab Team Nonprofit Kft. És a Szombathelyi Televízió közös magazin műsorát látják Újrakezdés címmel. Ennek a műsornak az a célja, hogy beszámoljunk egy sikeres programról, amely a napokban zárul. Ennek a programnak sok-sok hozadéka volt, és úgy tűnik, hogy folytatása is lesz, legalábbis az ebben résztvevők mindenképpen ezt szorgalmazzák. Mindennek a részleteiről hamarosan szó lesz majd. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Gergely Durai Tíme, a projektmenedzsert, Zsebelán Rolandot, aki részes ennek a programnak, és Tankovics Erikát, a Savaria Rehab Team szakmai vezetőjét. Jó estét kívánok! Kezdjük azért az Alfánál, mert hát ha van olyan nézőnk, aki még nem tudja, mi az Újrakezdés program, bár itt a Szombathelyi Televízióban mi rendszeresen beszámoltunk ennek a programnak az előrehaladtáról. Forgattunk sok-sok interjút azokkal, akik részesei voltak ennek a programnak, és hát az imént a híradóban láthatták már a kedves nézők, hogy abszolút sikernek könyvelték el legalábbis a mai záró tájékoztatón azok, akik részt vettek ennek a programnak a létrejöttét, megvalósítását. Igen, immár harmadik alkalommal ülünk itt. 2012. júniusában kezdtük ezt a programot, 18 hónapra terveztük, ez egy Európai Uniós forrásból megvalósított program, több mint 82 millió forintot nyertünk el. Konzorciumi partnerrel valósítottuk meg a programot, a Kőszegély Szociális Gondozási Központ volt a partnerünk. A program alapvető célja az utcán élő hajléktalan személyek számának a csökkentése, egy komplex reintegrációs folyamat segítségével. Most a reintegráció szót azt magyarázzuk meg. A legfontosabb célunk ezzel a programmal, hogy visszailleszük őket a társadalomba. Ennek fontos eszközei határozták meg a program kiíró is, illetve a megvalósítás során is mi ezt vállaltuk. A komplex szolgáltatások között értek itt lakhatás elősegítését, foglalkoztatás segítését, munkába helyezést, képzést és olyan fejlesztő foglalkozásokat, amik mindennek a lehetőségét megteremtik. Kik voltak a célcsoport, Erika? Ennek a pályázati programnak az elsődleges célcsoport, és ettől volt ez a program különleges, az utcán élők, közülük is a tartós utcán élők, illetve másodlagos célcsoportja az intézményben élők voltak, akik azonban, ez azért másodlagos, mert ugye a fő cél az azoknak az utcán élő hajléktalan embereknek a megszólítása, és esetükben nem a hajléktalanságnak a kezelése, hanem inkább a megoldása magának a problémája, akik tartósan utcán éltek, és valamiért az intézményben nem akartak bejönni. Tehát ez a program új eszközöket és lehetőségeket adott arra, hogy kipróbáljunk egy olyan módszert, amit elsőként lakhatásnak hívnak. Ez Európa szerte már egy elfogadott módszer, amikor is azokat az embereket, akik valamiért általában, mert olyan komplex problémáik vannak, nem hajlandóak és nem képesek egy intézményben élni, de ha lehetőséget kapnak arra, hogy önálló lakhatásba kerüljenek, és ezért elsőként lakhatás, mert ez nem csak lakhatás, akkor biztonságos körülmények között velük ott elindult egy olyan együttműködés, egy olyan rehabilitációs munka, aminek eredményeképpen ők tényleg hosszú távon képesek lesznek lakásban lakni, élni és ezt fenntartani. Tehát azt gondolom, hogy ez volt a különlegessége ennek a programnak. Hogy... Erre majd még visszatérünk, és mi volt a egyéb kívánalom a program megvalósítók részéről? A célcsoporttal szemben? A célcsoport semmi kívánalom nem volt. Tehát, hogy alapvetően itt az elsődleges célcsoporttal szemben annyi kívánalom volt, hogy hallgassák meg, mi mit tudunk ajánlani, és fogadják el a segítségünket. Tehát itt a tényleg a kezdeti időszakban ennyi kívánalom volt. A másodlagos célcsoport esetében, akik az átmeneti szálláson éltek, és esetükben az volt a cél, hogy segítséget nyújtsunk a kiköltözéshez, hogy a helyükre is utcán élő hajléktalan emberek jöhessenek be. Velük szemben már komolyabb elvárások voltak, hiszen náluk a lakhatás szigorú feltételekkel volt támogatható. Most hogy lehet megoldani azt, hogy lakáshoz jussanak az érintettek? Hol van a városban ilyen lakhatási lehetőség? Összesen 20 főnek kínáltunk lakhatási támogatást, közülük 10 fő volt az elsődleges célcsoporttag.
Hát piaci albérleteink is lettek, évek óta kapcsolatunk van főbérlőkkel, lakástulajdonosokkal, akik albérleteket adnak ki számunkra, ismerve a célcsoporttagokat. Elég komoly bizalmat sikerült már kialakítani belük. Igen, mert az azért mondjuk egy ház lakó közössége számára sem mindegy, azt gondolom. Igen, nem mindegy, viszont tudtunk olyan érveket, tudtunk olyan biztonságot nyújtani a tulajdonosnak, vállalva azt, hogy egy évig mi biztos, hogy ott fizetni fogjuk annak a személynek a lakhatási költségeit. Ezek természetesen számlás albérletek, tehát teljesen tiszta módon, semmiféle veszélynek kitéve se a tulajdonos, se az ott lakót. Tehát egy évig mi ott fizettük az albérletet, rendszeresen a szociális munkások ott voltak a lakásokban, ha probléma volt különösen, ha nem volt probléma, akkor is figyelemmel kísértük a program során a fogyasztásokat, a víz, villany, gáz fogyasztásokat, hogy ezzel is megtanítsuk az ott lakókat az önfenntartásra, vagy azokra az időkre, amikor már mi nem leszünk ott, legalábbis anyagi támogatást már nem tudunk nyújtani. Ez a tulajdonosnak is segítség volt, és számított, mert neki sem mindegy, de az ott lakóknak elsősorban nem mindegy itt az önfenntartás szempontjából. Akkor kérdezzünk meg a Rolandot, hogy ön hogy került ennek a programnak a fókuszcsoportjába? Hát én előtte, ugye, amikor indult ez a program, én betegeskedtem a betegszobán, amúgy az utcán éltem előtte, és akkor volt egy ilyen szűrés, akkor ugye kaptam munkát, kaptam ezt a lehetőséget, amivel én éltem. Hát ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mindent ajándékba kaptunk, mert azért kőkeményen le kellett rakni az asztalra. Mit? Hát én magamról tudok csak beszélni. Persze. Hát én kőkeményen oda tettem magamat, muszáj volt anyagiakba is. Ugye volt előtakarékosság, szóval voltak kötelezettségek. Én arra gondoltam, hogy ha mondjuk ebben a programban adott esetben olyanok is vannak, akiknek egyéb mentális problémái vannak, akkor az nyilván elvárás volt. Most beszéljünk például az alkohol problémáról, de bármilyen szenvedélybetegségről. Én azt gondoltam, ezt fogja mondani, hogy le kell tenni. Nem csak anyagilag, hanem gyakorlatilag is. Úgyis, hát én... Igen. Mire a Roland bevonása került a programba? Ő ugye másodlagos célcsoportként, tehát intézményből került ki. Nála ezzel már probléma nem volt. Pár évvel ezelőtt még elsőleges célcsoporttagként próbáltuk volna bevonni, tehát utcáról, most jelenleg már nem elsőleges volt, tehát intézményből, de igen, nagyon kemény volt neki is ennek ellenére. Mit jelent az ön számára ez a lehetőség? Hogy kell elképzelnünk, most ön is egy önálló albérletben él? És dolgozik, és tudja fizetni a rezsit? Hát igen, én ugye már kikerültem a rehabtól, nem ott dolgozom. Önálló munkahelyen van, a Szomparknál dolgozok. Hát ugye én azok a terveim, hogy teljesen kikerüljek onnan, hogy teljesen, ugyan még társakkal lakok együtt, de teljesen önállóan akarok idővel, ahogy adódik majd, ahogy a anyagiak engedik, ez az. Milyen körülmények között került ön az utcára? Természetesen, ami mindenből másra tartozik, igen. Hát, ami elmondható. Nem szívesen beszélek erről, de... Értem, akkor nem szívesen. Én ahhoz a kemény maghoz tartozok. Tényleg, pia, minden. És aztán kellett ahhoz egy betegség, hogy elfogadja a segítő kezet? Hát, ugye én nagyon rossz állapotba kerültem. Aztán nem tudom. Viszont ezek nagyra törő tervek, amiket ön most megfogalmaz, ez azt feltételezi, hogy szakította korábbi életmódjával, és ön komolyan fel kell minden reggel, felöltözik, elmegy a munkahelyére, dolgozik, aztán hazamegy, és azt a pénzt jó helyre rakja. Hát azt a keveset jó helyre rakja. Az is fontos, mert legalább van. Hát 2,5 évvel alkohol nem volt a számba, nem dohányzok, abszinens vagyok, nem iszok. Igen, és... Mentálisan jó vagyok. Na, ezt akartam még kérdezni, tehát mindezek mellett az egészsége is
Kezd helyre billenni? Hát szerintem jól vagy. Legalább, ha lelkileg kiegyensúlyozott, az biztos sokat tesz. Ehhez bólogatnak a szakemberek. Hogy van ez? Hát igen, ez azért ilyen nagyon furcsa helyzet számomra, mert hogy én anno utcai szociális munkásként kezdtem, és a Rolanddal nekünk 96-ban indult a kapcsolatunk. És így az elmúlt 2 évben voltak olyan közös ismerőseink, akik azt hitték, hogy a Roland meghalt. Mert hogy a Roland Szombathely utcai hajléktalan városképéhez hozzátartozott. És attól, hogy elköltözött az Anati útról, és már nem is azon az útvonalon közlekedett, tőlem többen megkérdezték, hogy mi történt Rolanddal. És amikor újra olyan helyen dolgozott, most ugye a városban dolgozik, parkőrként, igen, és újra találkozik azokkal az emberekkel, akikkel ő korábban, akkor tehát ez azért ilyen nagyon meglepő történet. Tehát aki emlékszik, és én azt hiszem, hogy Szombathely városában nagyon sokan emlékeznek Rolandra, ez ilyen tényleg nagyon megdöbbentő történet, és jó azt mondani, hogy ő most jól van, de ehhez tényleg nagyon sok esetben kell egy akkora krízis, mint tehát a Roland majdnem meghalt, tehát hogy rohanmentő, újraélesztés minden volt, de mindenkinél megvan az a pont, én azt hiszem, amikor jó időben, jó helyen kell lenni, és neki is akarnia kell, mert mi csak jó időben, jó helyen tudunk lenni, de minden ő rajta múlik. Igen, ez nagyon sok múlik azon, hogy valaki mennyire bírja akaraterővel, ugye? Hát, fejbe össze kell rakni ezt az egészet. Fejbe kell összerakni, igen. De kemény maló. Igen, igen. De azt gondolom, ezt elmondhatjuk mi magunkról is. Egyébként megélni az életet, az egy kemény meló. Igen, de, szerintem az igen. Nagyon nehéz volt neki, hogy lehet, hogy ő összerakta, leállt, új életet kezdett, de így a múltja azért kísérte. Tehát amit így beszél is, hogy így anyagilag így nagyon nehéz. Tehát azért nem kísértik, korábbi... amikor találkozik a... Már nem, pedig körülöttem mindenki. Na, anno úgy voltak, hogy mindenki. Én bemegyek ugyanúgy most már kocsmába, akárhova, megiszok egy alkoholmentes sört, aztán. Elbeszélget ennyi. A haverokkal, igen. És tud egyébként egyfajta személyes példa lenni a sorstársainak? Én nem tudom, én nem akarok. És akaratlanul? Én nem akarok, hát nem tudom. Hát én azt gondolom, hogy a cselekedeteivel, meg azzal, hogy látják. Tehát, hogy az. Meg azzal, hogy mondjuk felvállal egy ilyet, hogy igen. Itt van. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert egész más erről mi beszélünk, meg egész más, hogyha ha láthatnak egy olyan embert, akinek ez sikerült. És tényleg olyan embert, aki így volt nagyon lent. Nem csak a lakás problémákat oldotta meg ez a program, ebben annál sokkal több volt, ugye? Tíme. Igen, egy képzést is indítottunk a program során. Egy 500 órás pargondozó képzés, többségében a képzésbe is az utcai halitlan személyek közül kerültek be. A 10 főből mindegy 10 OK is bizonyítványt szereztek, többségük 5-ösre és 4-esre vizsgázott. Nagyon fontos volt számukra a képzés, mind az oktatóknak is személyes kihívás volt, az embereket visszaültetni az iskolapadba, nekünk is az volt őket visszaültetni. Kellett hozzá egy olyan motivációt nyújtani, kínálni, ami miatt nekik ez meg is érte, illetve tudtuk pótolni esetleg azokat a kieső órákat, amin esetleg akár jövedelemszerző tevékenysége, vagy bármi olyannal foglalkoztak volna, ami a megélhetésüket biztosítja. Mi a képzés alatt megélhetési támogatást biztosítottunk nekik, és a képzés követően, a vizsga után pedig 5 főnek foglalkoztatási lehetőséget. Mi már nyáron forgattunk olyan emberekkel, akik egyrészt részt vesznek a képzésben, vagy már végeztek és terepen dolgoztak. Van lemorzsolódás, vagy mennyire becsülik meg azt a lehetőséget, amit kaptak az intézménytől? Dolgoznak jelenleg mindannyian, többőjüknek sikerül is pargondozóként, illetve a területen dolgozni. Ez a téli időszak azért annyira nem kedvez ennek a szakmának, de ennek ellenére van, aki most is ebbe dolgozik, illetve van, aki tavasztól újra vissza fog tudni menni arra a munkahelyre, ahol ősszel dolgozott. Mert hogy sikerült bevonni olyan vállalkozásokat, cégeket is, akik befogadóként, alkalmazóként bizalmat fektettek a programba és a program résztvevőibe. Így van. Az egyik ilyen cég, mondom, ezzel is mondható, hogy a Parti Kertészet, ahová gyakorlatra is kimentek a pargondozó képzés alatt is, és utána is a foglalkoztatás idejére többeket is ott helyeztünk el munkaviszonyba, vagy munkavégzésre.
Erről volt szó, hogy sikeres, még a Budás Edit, a Savaria Rehab Team vezetője is kicsit talán elfogódottsággal is, de nagy sikernek minősítette ezt a programot. Miért mondható ez ennyire különlegesnek, hiszen a Savaria Rehab Team mindennapi munkájához szinte hozzátartozik. A elégtalan emberek problémájával való foglalkozás, az ő gondjaiknak a tudomásul vétele, esetleg megoldási javaslatok felvázolása, a konkrét segítés. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hogy ez volt eddig a legnehezebb célcsoportunk, mert a korábban megvalósított, akár hazai forrásból, akár Európai Uniós forrásból megvalósított programjaink, amik szintén általában komplex, tehát lakhatás, képzés, foglalkoztatás volt, valamennyi program az intézményben élőkre koncentrált. Tehát azokra az emberekre, akik már eljutottak valameddig. Ez volt az első olyan programunk, ami eszközöket és anyagi forrásokat, mert ugye azt eddig is tudtuk, hogy mit kellene velük csinálni, vagy hát úgy kezdtük tudni talán, de hogy ez volt az első olyan program, ami komoly forrásokat és eszközöket adott arra, hogy az utcán élők számára nyújtsunk olyan speciális szolgáltatásokat, amire eddig nem volt lehetőség. Tehát azt tudtuk és láttuk, és mindig mondtuk is, hogy Szombathelyen nem az utcán élők száma a fő probléma, hanem az, hogy ezek a tartósan utcán élő emberek azért, mert teljesen izolálódtak, azért, mert komoly mentális, pszichés problémákkal küzdenek, azért, mert nagyon magányosak, ők valamiért az intézményi ellátást elutasítják. Tehát ők nem képesek arra, hogy alkalmazkodjanak másik 10 emberhez egy lakószobában. És ez a program volt, amelyik lehetőséget adott arra, ahogy már Timi is mondta az előbb, hogy utcáról közvetlenül lakhatásba. Ez nagyon másfajta szemléletet igényelt tőlünk is. Mert hogy megvolt egy kialakult rendszer, hogy az utcáról bekerül valaki az éjjeli menedékhelyre, és utána az átmeneti szállóra, ott lépésről lépésre haladunk, és ez egy nagyon másfajta szemlélet, munkamódszer, amikor utcáról, sátorból, parkerdőből költöztetünk embereket lakásba, abban az állapotában, ahogy akkor vannak. És ott indul meg egy komplex szakmai munka, amit szociális munkás önállóan nem tud elvégezni. Ebbe a szakmai tímben dolgozott addiktológus szakember, pszichiáter, foglalkoztatási szakember, orvos, tehát hogy itt egy komplex szakmai tím dolgozott azon, hogy az önálló lakhatás megteremtését követően olyan állapotba kerüljenek ezek az emberek, hogy ezt képesek is legyenek megtartani. Igen, erre kíváncsi volnék, hogy jártunk mi is, nem házaspárnál, de egy párnál, akik önálló albérletbe kerültek, és kíváncsi volnék, hogy az ő sorsuk hogyan alakult. Itt a híradós összeállításban Zsuzsát és a párját lehetett látni, és úgy látom, hogy a kapcsolat az maradt, a lakás az maradt, és az ő helyzetük, állapotuk, mentális állapotuk javult, változott? Igen, azt gondolom, hogy stabilizálódott leginkább. Kezdenek ők is megnyugodni, hisz nekik a támogatásuk már hónapokkal ezelőtt lejárt, már az önfenntartási hónapjaik is, mert nekik feltétel volt, hogy saját maguknak 2 hónapig fent kell tartani, de természetesen sem nekünk, sem nekik nem ez volt a céljuk, hogy még 2 hónapig ott lakhassanak, hanem hogy ez hosszú távon lakhatást biztosítson nekik, és aggódtak attól, hogy ezt ők hogyan fogják tudni önerejükből megoldani. Meg tudják oldani, mindketten, igen, az interjúban is elmondták, hogy mindketten azóta is dolgoznak, a Zsuzsa is, és az Imre is, és azt gondolom, hogy nekik ez most már nem kérdés, hogy ők önállóan oldják meg lakásba, albérletbe a lakhatásukat. Ezzel kapcsolatos az a kérdés is, hogy ők is egy olyan házban élnek, amely egy társas ház, és én finoman célozgattam az elején arra, hogy bizony egy lakóközösséget megnyerni az ügynek sem egyszerű feladat. Igen, azt sem mondom, hogy nem voltak soha sehol probléma voltak. Velük pont nem, egyáltalán nem volt probléma. Maximálisan az elejétől fogva ők be tudtak illeszkedni. Ahol probléma van, pont azért van emelés szociális munka és szakmai tím téve, hogy ezeket kezelje, orvosolja, ha kell költöztetés árán, ha kell, akkor egy lakógyűlés, vagy a lakóközösség összehívása is, és tájékoztatás és megbeszélése a probléma kapcsán. Mi a folytatás, legalábbis a tervezett folytatás?
A tervezett folytatás, hogy amennyiben pályázati lehetőség lesz erre, és reményeink szerint lesz újra kiírásra, kerül ez a program, akkor újra szeretnénk pályázni, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy járható út a célcsoport egy részének ugyanúgy az intézményi ellátás és a lépcsőzetes ellátása a megfelelő, illetve magát az intézményt is próbáljuk úgy átalakítani, olyan befogadó szolgáltatásokat nyújtani, hogy ha nincsenek külső forrásaink, akkor is hatékonyabbak tudjunk lenni annak érdekében, hogy minél több utcán élő ember ne csak az éjszakáit töltse az intézményben, mert hogy akikkel a városban találkozunk, nekik is egy jó része az éjszakáit bent tölti az intézménybe, hanem hogy addig eljussunk, hogy az utcai életmódot hajlandóak legyenek feladni. Ez egy sokkal nehezebb feladat, mint az, hogy arról meggyőzni őket, hogy éjszakára bejöjjenek a szállóra. Zárszónak ez jó? Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát akkor várjuk a kíváncsian a folytatást. Köszönjük. Kedves nézőink, Önök a Szavária Rehab Team Non-Profit Kft. És a Szombathelyi Televízió közös újrakezdés című műsorát látták, amennyiben lesz folytatás, akkor mi is itt folytatjuk. A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.